ez volt az első bemutatónak a plakátja. Ez Rosina Storchio kiváló lírai szoplán volt, és Puccini kifejezetten őt gondolta a főszerepre a Pillangó kisasszonyba. Botrányosan alakul a bemutató, legfőképpen köszönhető Arturo Toscaninek, akivel egyébként nagyon jó barátságban voltak, és nagyon sok Puccini siker kötődik a nevéhez. Miközben a színpadon mozgott ott a hölgy, a kimonója alól kivillant a látvány, hogy hát kérem szépen terhes valószínű a Toscanini gyermekével, és ez a terhes, a Pillangó, hát ez egy ilyen bekiabálás volt az előadáson, onnantól fogva elszabadult a pokol. Úgyhogy amikor vége van ennek a botrányos bemutatónak, akkor visszavonja a darabot Puccini, és pár hét alatt átalakítja úgy a művet, hogy hatalmas sikert arat, amit általában játszunk, ez az ötödik verziója a Pillangó kisasszonynak, és 1906-ban ezt a verziót Budapesten is láthattuk, méghozzá úgy, hogy Puccini is jelen volt a bemutatón.